Umberto Giordano műve, az Andrea Segnié lesz az opera idei első élőben is látható előadása és premierje egyben. Klasszikus módon viszünk színre valamit, és ez mindig jó, mert ez az alapja. Az előadás fiatal olasz rendezője Fabio Ceresa specialitása, hogy a történet mögötti szimbólumokat keresi a zenében. My inspiration being in Italian is Federico Fellini. And Federico Fellini is telling you a story and suddenly snowing or you see pink flamingos walking in the street. I think that sometimes the music take us farther than the text itself. Un dì all'azzurro spazio guardai profondo. László Boldizsár 3 éve ugyan szintén Kocsár Balázs vezényletével énekelte már a műből a nagy áriát és a nagy duettet, most mégis a rendezőre bízza magát. Én nekem ez teljesen szűz maga a Segnié figurája. Tudtam, hogy Fábio egy borzasztóan felkészült valaki, és nagyon karakteresen meghatározza majd, hogy én milyen legyek a színpadon. Fabio Ceresának ugyanis Verdi Állarcos Bál című operája után ez már a második rendezése a Magyar Opera Társulattal. A szakember foglalkozását tekintve a rendezés mellett szövegíró is szereti tovább gondolni elődei sorait. There is a beautiful page of music we are staging in a few minutes. You are supposed only to see the place getting empty for seeing the meeting between Andrea Segnié and Maddalena. But I will use this music to describe the life of the meravigliosa. Caccia Bersi, qui sono ancora per te. They are actually welcoming Robespierre, who is the man of the tomorrow, who is the new man, as some sort of Jesus Christ, washing his feet and drying in tap with their hair. Az eredetileg utcalányokként szerepeltetett figurákból, mint Bersi, így szimbólumok lesznek, a forradalom szenvedélyének szimbólumai, amilyen Delacroix híres képén a szabadságot megszemélyesítő nő alak is volt. Bersi a forradalomnak az arca, tehát hogy ő tényleg az áriában is, amit a második felvonás elején énekel, a forradalomnak a boldogságáról és az élvezetéről énekelek. A költő André Segnié valós személy, bár lelkesedett a forradalomért, szatirikus hangon bírálta is annak vezetőit. Barátja Rouché próbálja Segniét rábírni, hogy szökjön el a forradalmi Párizsból, bár az nem sikerül, de az alakítás már a próba folyamat elején is hiteles, hiszen a művészek a való életben is jó barátok. Nem úgy születnek a produkciók, hogy akkor elmondják, fölmondjuk és megcsináljuk, hanem mi művészek egymás között is azért beszélgetünk és formálgatjuk, és nyilván egy ilyen baráti viszony ehhez nagyon sokat hozzátesz. A valódi Segnié, miután ellenforradalmárként börtönbe került, egyik legszebb szerelmes költeményét írta egy bizonyos Coányi gróf kisasszonyhoz, az opera másik főszereplőjéhez, akit Sümegi Eszter formál majd meg. Maddalénába viszont a gróf kisasszony anyjának szolgálója, Carlo Gerard is szerelmes. Megnyugvás itt nincs. Itt csak a fűtöttség és a túlfűtöttség létezik. És úgy is van megírva a darab, hogy ha valaki ezt bírja hanggal, akkor mindenki tud fejezni, megszólalnak a rejtett tudati, érzelmi, zsigeri hangsúlyok. Az 1896-ban bemutatott mű egyszerre késő romantikus, ugyanakkor valósághűen realista és verista is. The realism has more of symbolism that we are used to think. A
A szenvedély operáját benne a népszerű forradalmi dal a La Marseillaise betétjével május 29-én szombaton nézhetik meg élőben az Erkel Színházban.